nézd! Hát mindjárt ott vagyok, figyelj! Aaaaaah! T-Rex! Jó napot, kedves állatok! Szervusz, Krisztián! Azt a milyen hangokat adsz ki! Jól vagy, Krisztián, ne hívjak egy orvost! Hello! Na mi a helyzet, Krisz? Mit csinálsz ezen a szép napon? Hát, éppen kicsit, hát, barkácsoltam. Ilyen itthoni barkácsolásokat csináltam. Máté, nincs kell, nagy, nem kell esetleg WC-re menned? De most egy mondat. Igen. Gyere csak. Ez itt mi? Gyere csak, menj csak el nyugodtan WC-re. Ez most kamaj. Igen. Fúj! Ez pattyantós. Nyisd ki nyugodtan az ablakot. Nézd már a tény. Itt nyugodtan kinyitod. Húzzál már innen! Na jó. Hát szellőzésnek kinyithatod az ablakot. Jaj, na leültem, jó van. Hé, nem jön. Ne, szarulásod van. Aha. Ezt nem hiszem el. Egyébként, Krisztián, nem tudod, hogy mi történt az előző videó végén? Várjál, hadd gondolkozzam. Mint hogyha hazahoztunk volna egy nagyon király szuper dínót. Pontosan. Aki egyébként itt áll mögöttem. Azt, ahogy néz ki! Ez egy nagyon epik durva dínó. És ez a falkánk első tagja. De Krisztián, kellenek még falkatagok. Úgyhogy ne késlekedjünk. Na halló srácok, ez itt az Ark sorozat következő, azaz 14. része. És ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint falkát építünk. Akinek ez a névtelen Johnny lesz a vezére. Nem tudom, hát, miért névtelen Johnny. Hát, de nem tud ő a vezére lenni, Máté. Mert? Hát, mert nem illik, mert velociraptorokat fogunk gyűjteni, és nem illik össze a többi dínóval. Viszont... Ez most kamaj. Hát igen. Most kamaj, akkor mindvégig tévedésben éltem. Mindvégig tévedésben éltünk, viszont kicsit után néztem névtelen Johnnynak. És névtelen Johnny nagyon szuper dínó ám. Aha. Viszont el kéne nevezni. El kéne nevezni névtelen Johnnyt? Oké, okay, várj, elnevezem. Na, jó van. Most, na, most már van nem névtelen, most már csak simán Johnny. Föl is vetted rá a nyerget. És te mi vagy, jó. Te izé gyár? Nyereggyár, bakker, hogy mindenre egyből tudsz nyerget rakni. Hát igen. Hát mondjuk nem, mondom, én örülök, de attól még durva. Aszta, hogy nézesz kell, meg is fulladok. És mély harap rá egy ilyen, ezért. Egy ilyen vasra. Mi a ezért a zablára, vagy hogy hívják azt? Aszta, mekkora szája van, hát beleférne a fejem legalább. Wow! Aszta, milyen epikül néz ki. És hát? Gyors ez a dino. Hát, próbáld ki. Aszta, milyen gyors! Hú, viccelsz? És ja, Máté, van ez egy nagyon gyors. Máté, van egy tippem. Mi, hogy úszik ez? Azt a úszik, jó. Máté, és kiérsz a partra, nyomj egy szóközt. És tud ugrani. Aha. Na várj, ezt ki kell próbálni. Wow! És még van egy következő különleges képessége. Van még egy különleges képesség a Johnnynak, gyere be vele a vízbe, gyere. Gyere, és nem tudom, hogy azt hiszem a jobb klikket kell nyomni, vagy a C-bet, vagy a... Ez mi volt? Ez a beállítós támadása. Ez is kamaj. Igen, és be tudsz állítani vele vízi szörnyeket. Igen. Ha? És ezeket nem tudok beállítani vele. Á, francban nem tudtam. De semmi baj, ugyanis Johnny a vízben lesz nekünk hasznunkra. Ja! Azt, ez nagyon epik. Ja, és milyen rad gyorsan fut már, nem? Tök ja, nagyon gyorsan megy. És szerintem egy csomót tud majd sebezni. Igen. És most harci dínónak izéltem, úgyhogy képeztem, úgyhogy elkezdtem képezni, és a életét képeztem, meg a sebzését. Nagyon jól tetted, kedves barátom. De a mai videónak nem ez a témája. Pontosan. Bár meg ne sértődj, kedves Johnny, de most raptorokat fogunk szelidíteni, és megpróbálunk testőreket szerezni magunk mellé. Pontosan. És ebben segítségünkre lesz egy jó kis
crossbow. Pontosan. Úgyhogy Máté, meg is mutatom a raptor szelidítős tervemet. Oké. Okay. Máté, először még mutatok valamit. Hogyha egy kicsit dél felé fordulnának az események, akkor... Ezt hogy érted? Hát, hogy elromlának a dolgok, akkor... És ez mit jelent, hogy van... dél felé fordulnának az események? Milyen szóhasználatot használsz te? Ez ilyen angol. Na, mindegy. Ott van 35 shotgun lőszer. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy shotgun lőszer, az kelleni fog. Ott van 35 shotgun lőszer, egy nagy kifogynyák savér. Mondom még, hogy mik vannak. Oké, ha benézel az inventoridba, akkor láthatod, hogy van egy rakás tranquárod, betettem a holttestedbe. Aha, 71. És miért, mit teszeket tetsz be te nekem a holttestembe? Nem a holttestedbe, hanem a de alló, csak aludtam, akkor szóval beraktad a zsebembe igazából. És még nem más csináltam, Máté, a raptor szelidítésre való felkészülés közepette, mint ugye csináltam egy rakás tranquárod, hogy tudjunk állítani. Csináltam, itt van nézd, 36 darab narkotik, hogy alva tudjuk tartani a velociraptorokat. Aha. És még nem más csináltam, mint egy foundation. Egy. Ez most kamaj. És két létra. És mondom, hogy ezzel mit lehet csinálni. Hogyha fölmászol, és gyere föl. Gyere föl a közben átom. Jó, és igen, guggolj le. Csak kezedbe veszed a crossbow-t. És ránk, magunk, innen magunkra tudjuk vonzani a raptorokat. És mondjuk így kimegyünk ide a szélére. És szépen lefele. És leesünk. Lefele lövöldözünk. Szépen be tudjuk állítani a raptorokat. Aha, ez szuper. Csak nem fog sikerülni. De hát majd meglátjuk. Dehogy nem, simán. Jó van. Krisztián, akkor szerintem, ha már így is úgy is ő összekészültél, akkor szerintem induljunk el. Aztán közben, Máté, hogyha benézel a Forge-ba, akkor láthatod, hogy a Sam Fallington az elég jó kis hordozógépezet. Mi a szar? Kicsit be... pakkerótam bele egy pár vasat. Azta! Ez a hogy csináltad? Sam Fallington! Nagyon ügyesnek tetszik a Sam Fallington, az nagyon... Hello, Susan! Mi a helyzet? Azta, milyen szép ez a kék! Milyen gyönyörű tollai, ja, gyönyörű vannak, azt nézd! Máté, Susanra amúgy lehet csomó szintet rakni, úgyhogy nem rakni. Igen? Véletlenül. Rakjunk! Szerintem csak a staminájára fogok rakni, mert... Vagy hát nem tudom. Legyen két stamina, egy végt. Két stamina, egy végt. 609 staminája van! Hol legyen a célpontunk, ahol raptorokat fogunk megtalálni, és keresni, és megtalálni? Hát én azon gondolkoztam, hogy ott, ahol most a legutóbbi részben voltunk. Igen, mert ott nagyon sok van, valamiért, sok nem tudom. Sok raptor van, igen. De valamiért biztos ott sok van. Na menjünk. Vigyük a Johnny-t. A Johnny-t? Aha. Hát... valakit kéne vinni, mert kell prime fish, vagy raw prime meat, azaz nyers prime hús, aha, hogy jól tudjunk raptorokat szállítani, és az állatoknak az inventoriában több ideig maradt friss, és nem romlik meg. Szóval valami, aha, állatot kéne vinni, viszont a Susan, meg a Sam Fallington, az föl tudja emelni a raptorokat, szóval haza tudjuk őket szállítani, a raptorokat. Tényleg? Velük. Aha. Igen, csak féltem a Susan-t. Próbáljuk meg ezt a tornyos megoldást, amit mondtál, és mehetünk. Na, akkor minden nálad van? Nálam van 3 bola. Csináljunk még bola? Nálam van 3 bola. 38 hide. Meg csomó szárság, úgyhogy ezeket gyorsan lerakom. Na, leraktam a cuccomat, Krisz. Let's go! Let's go! Indulunk raptorokat szelidíteni! Megszelidítjük a raptorokat! Megszelidítjük a raptorokat! Oké. Jó van. Most pedig induljunk. Igyekezz. Nagyon sokat kell mennünk tutajjal, hogy elérjük a túlsó partot. Na menjünk. Pontosan. Hát sértünk. Ez az. Hát ez rövidebb volt, mint gondoltam. Na és ez a triceratops. Na induljunk, Krisz. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi raptor fog szembe jönni. Húst azt hoztunk egyáltalán? Ja nem, azt vadásznunk azt kell. Azt vadászni mi? Kell, és nem azt mondtam, hogy kell hoznunk állatot, mert a prime meat az több ideig van a inventoriumban. Hát mindegy az. Elrontottuk. Nem, mert narkotik van nálunk. Igen, de a taming effectiveness, minél több szintet kapsz rá, minél magasabb. És prime... Hopp, mi ez? Ez nem a prime fresh meat-ed? Nem. Ott egy baby, kettő baby triceratops. Az jó, okés. Hát akkor most... tudjuk, hogy itt van. Ja.
Oké. Okay. Mindegy, csak ott be kell őket állítani, és akkor... Igen, a narkotikkal lehet őket állítva tartani, és akkor lehet hozni Prime Fish Meat-et. Meg itt is van egy baby. Ja. Jó, itt sok baby van. Itt is van egy baby. Ja, nem, ez meg baby. Ez nem baby, ez bunkós fejű. Olyan bunkós fejűt majd kéne szelidíteni, mert ez nekem tökre tetszik, ez a dino, nem? Na itt akkor most lemészároltuk a rapeszeket. Igen, remélhetőleg, de azért vigyázzunk, mert teremhetett új. Ops, ott egy spino. Ez most kamaj. Ja, nyugi van, nálunk shotgun azzal. És a karmos dinóval verekszik. Aha. Na, mert ki fog nyerni? Hát nézzük meg, hanyas szintűek. A spino menekül. 20-as szintű a spino. És 36-os a karmos dino. 36-os karmos dino? Igen. Azt muszáj lenni majd. Azonnal. Hát az biztos, hogy megölte. Hát az minket is úgy, mondjuk talán shotgunnal nem, de azt inkább megszelidíteni lenne jó, nem? 36-ost. Azért majd vissza kell jönni, Máté, mert az hatalmas szín. Hát igen. Ez egy óriási szint a karmos dino. Na nézzünk körbe. Keressünk egy kis velociraptereket. Jó. Csak várjál, körbenézek. Hú, de jó, sokat látok. Ja, én is körben. Úgyhogy inkább menjünk arrébb. De csak óvatosan, Máté, nehogy belefussunk a pofonfába. Nem tudunk pofonfába futni. Futottál te már pofonfába valaha? Ne! Raptor! Hanyas szintű? A mindegyiket be kell állítani. Várj! Jó, ezeket ki kell nyírni! Mit csináltál? Ma tudta, hogy tönkreteszed az életünket! Ne öld meg! Hát ledobáltam! Jó, kösz szépen! Hát semmi életem nincs! Jó, muszáj megölnöm, mert meghalok! Semmi életem nincs! Ezt nem hiszem el! Hát ezt én sem megölte az összeset! Muszáj volt! Hát megöltek volna ők muszáj engem. Volt, muszáj volt! Ott már innen a... Ez Magento. Az, öljétek meg a Béla Magento! Máté. Megtámadott a Magento! Ennyi, de hát Magento! Ennyi vagy. Ja, nem, meg nem haltál meg. De én miért nem tudok karddal megölni semmit sem? Nem tudom, Béla. Nézd meg! Te azonnal megölj. Ja, látod, milyen ügyes vagy. Öregem, látod, milyen ügyes vagyok? Király voltam el. De hogy nem. Jó, semmi éltem nincs még mindig. De te hogy lehetsz ilyen pancser, és miért öltöd meg pancser? Hát nem láttad, hogy mennyien jöttek rám? Hát az a csoda, hogy még élek. Mert hogy áll a páncélom? Ezt nem hiszem, mert most javítottam fel a páncélom, és nullára leszették. Krisztián. Máté, én szétverem a helyedben én nem lennék ilyen bejön a legtöbbet, még én több még egyszer. Én szétverem a fejedet. Húzz árébb. Ezt és nem megölte az el. Összes raptort, ez az idióta. Hiszem el. Jó, az level 2-es óta. Én ledob, nem, eldobtam az összes balámat, hát mert... semmit nem ért! De ért, hát csak te megölted mi? Őket! Miért? Ott folyamatosan jöttek rám! Bakker, ez level 21-es óta, ezt a hülye Mátét. Na, Máté, emlékszem, amikor azt mondtam körülbelül egy perc, hogy ne szaladjunk bele a pofon fába? Na, most már tényleg ne szaladjunk bele, jó van? Mit szólsz ehhez? Jó, én nem szaladtam bele, én az aranybányába szaladtam bele, te meg fölrobbantottad az aranybányába. Észrevettem, hogy nem szaladtál bele. Na, Máté, menjünk át szerintem a folyón. Fölrobbantottad az aranybányát, barom. Itt a mini raptor, majd ezt lehet... Ez mini raptor? Ezt elégyítsük meg. Hanyas szintű? Kettes. Az semmit nem ér. Arra rá kell szarni a fejére, és meg kell ölni. Ezt kell vele csinálni. Miért? Már olyan kedvem. Még serenyös. Ez ad Prime húsit. De ne öld meg, mert az csak 4 percig van. Jó, de még le tudjuk ütni később is. De amúgy meg, hogyha nem, vagy nem lennél ilyen pancser, akkor már rég kész lennénk. Te vagy pancser, te rántottál ránk 80-at. Én nem rántottam senkire. Na, Krisztián, sietni kell, mert a Prime húsi eltűnik. Na, mehetünk. Mr. Raptorok! Merre vannak? Ja, sehol, mert a Krisztián megölte önöket! Az egy Carbon Emiss. Az egy kis teknős. Jó, akkor legközelebb, mikor ránk jön 20 raptor, akkor én elszaladok, jó? Már... jó, szaladj. Felőlem, hogy senki. Vagy menjünk ezen az oldalon, menjünk ezen az hát oldalon. Hát most én itt megyek. Oké, és keresünk raptorokat, de ügyesen... Nem kell keresni, már belét szaladnak, de te meg elszaladsz. De ne szaladjanak belénk, mert föl kell építeni a tornyot, te! Ott látok. Ez az. Igen, ott van, de az alfa. Húzzál már innen, te, nem igaz. De nem csak alfa van, mert ott van egy 24-es. Vigyázz, 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 vigyázz! Mi az?
Hát ez semmit se sebez, ez a büdös hangyácska. Nem lehet őket megütni! Hát nem igaz. Rossz helyre célzol. Mint ha itt ez is raptor lenne. Igen, az raptor, de az alfa. Ez is alfa. Mindegy, akkor shotgunnal szét kell lőni a francba a fejét. Ott vannak hátul, female raptor, most láttam. Hol? Itt ott, a mi partunkon? Igen, hátrébb. Az is alfa raptor. Mindegyik alfa, ezt nem hiszem el. Itt van, várjál. Ez is alfa. Ezt nem hiszem el. Húzd fel gyorsan a tornyot, úgyis el tudjuk vinni pillanatok alatt. Jó, és akkor nyírjuk le a alfákat. Oké, okay, én ide fogalmazom az alfákat. Jó. Oké, és na, jó. Itt okay. Tudjunk. Vonzom. És ne félj az alfát, azt nem lehet, vagy ne feledd az alfát, azt nem lehet állítani, szóval azt csak shotgunnal le kell darálni. Itt vannak. Fuss! Itt van! Oké. Ez alfa? Igen, ez alfa. Lőd a fejét! Azaz, meghalsz, csicska! Szép volt! Mi van, csicska? Hopp, már szállnak is ide megenni. Viszont ez is prime húsi, azt ne felejtsd. Jó, azt megöltem. Itt megették! Ez izé? Ez alfa. Várjál. Igen, alfa. Akkor ezt szét kell lőni. Mit menekül? Az sima! Ez itt sima! Jó, oké, akkor ezt állítsuk. Fenébe. Jó, düzék. Leather. Ez 26-os, let's go! Basszus, nem bírok belelőni. Nem lehet belelőni innen föntről. Ez nagyon jó kitaláltad, kis barátom. Válts be a belső nézetbe! Majd ezt az alfát szét kell lőni a francba. Elmenekülnek a csicska alfák. Belső nézetből lehet őket lőni. Tudom. Igen, ezzel ez a baj, nem fogjuk őket eltalálgatni. Visszajöttek az alfák! Állj el! Állj már el! Ne, csak mellé lövök, ezt nem hiszem el. Ne szaladgáljál már, idióta! Jó, Krisztián, ez valami másik módszert kell, mert ez borzasztó, azt nem lehet. Szerintem ezeket lehetetlen elállítani. Tudom már mi a probléma. Az, hogy olyan csapdát kell csinálni, amiben be tudnak jönni. Tegelj már meg! Na ez végre! Ez az! Meghalt a csicska! Mi ez? Hát jeleznek. De elszalad azonnal és lemegy a torpiditie. Ja. Igen, szóval akkor be kell őket szorítani, nem, nincs más neki. Kikerüli a nyílvesszőmet! Krisztián, nem tudom, hogy lehetne ezt megcsinálni. Túl nehéz. Pedig ezek pont elegek lennének. Alfa. Itt jön az alfa, azt lőjük szét fejüket. Jó. Szép. Most már csak sima van. Ja, le kéne ők egyet le kéne balázni. Jó, de akkor... én eldobtam az összes balám. Ja igen, várja, akkor nekem van. Basszus, ez dobott egy rakás izé. Ilyen szuper csákányokat, meg lándzsát, meg ilyeneket. Micsoda? Hát az Alfa Raptor. És ezt honnan itt tudod? Van az inventorimban. Elájult egy! Ez az! Meg fogják ölni ezek a gyökerek! Ja, megalig, le kell menni! Azt nem szabadott volna! Gyere vissza! Megölték. Ja, tudtam. Nem, minket is! Máté, gyere föl, gyorsan! Ezt nem hiszem el. Gyors, van nálad bagyó? Nincs. Gyere ide föl, gyorsan! Jó, ezt... nem tudok fölmenni. Ez most komoly. Lemegyek érte! Ne, vár, téged! Ezt nem hiszem el. Menj vissza! Nem tudok! Jó! Menj föl! Hagyjad, téged támad! Mindjárt lemegy! Ne menjenek át rád! Gyertek, csicskák! Megölték őt? Nem, ott van, itt van még. Igen? Igen. Ne vegyenek észre, várjál, én olyan vagyok akár a hajnal. Gyere, futás! Futás! Menj már ott, fos! Nem lehet eltalálni! Nem lehet fölmászni! Ugor föl! Nem lehet fölmászni! De föl lehet! Nem lehet! Sikerült! Enyed! Gyere! Ezt figyeld!
Hey, megöl! Megöl! Gyorsan menekülj, Krisz! Nyugi, nem öl meg! Ő a miénk! Az az egy, ami elájult, sikerült megszeldítenem, de sajnos a többit meg kellett ölnöm. Hát ez csodás. Szóval akkor meg kell ölni 8-at, hogy megszeldítsünk egyet. Szuper. És hol a ruhám? Valahol itt van. Itt van. Jó, megvan mindenem. Jön egy raptor! Hát meghalt a fenébe. Jaj, de jön még egy! Jó van, Máté. Basszut álltam! Máté, újra tervezés. Szedjük fel a cuccokat. Az miért tört össze? Nem ám, miért tört össze a létra? Hello! Egyik létre összetört. Menjünk. Hát gyere, Máté. Újra tervezés. Ez így nem is, ez így nem jó, Máté. Izét kaptam a térdembe. Mit? Nyilvesszőt. Térd luttyanást. Persze már hülye diplokókusz álljál be elénk, hogy ne tudjunk hazamenni. Most miattam. Már egy raptorunk. Igen. Nos, kamaj. De csak kettes. Hát, sajnos. Erre futotta. Az életem árán. Ja, hát ja, csak elmondjak egy titkot. Gyere ide. Várj, mert szalad a fogyatékos. No, mit csinálsz te barom? Belemegy a diplokókuszba, ott hagyom. Még nem érdekel. Okay. Ragd passzívra. Szerintem lehet neki füttyenteni amúgy. Hol van a passzív? Na menjünk. Vigyük őt haza. Egyet legalább sikerült szerencnünk. Jó, hát ez nagyon remek. Máté, tudom már, mit rontottunk el. Én is, hogy ide jöttünk. Be kell őket vonzani, Máté. Be kell őket vonzani. Egy. Most engem követ. Térbe. Nyom meg a T-betűt. Nem baj, a téged követ. Máté, be kell őket vonzunk egy benti térbe, hogy onnan tudjuk őket lőni, akkor nem tudnak elmenni. Tudod? Aha. Takarodjál! Takarodjatok! Mi volt? Vigyázz! Vigyázz! Kettő! Láttad? Kettő darab? Igen. Máté, mondd, tudtam én, hogy repülve kell ide jönnünk. Nem repülve kell. Tudod, hogy hogy kell? Máté, azt nem. Annak tudod, mennyi élete van? 2000, bakker. Jó. Csak van velünk egy rapeszka. Ja, rapeszka. Na, ennyi életed van rapeszka. Várja, nézzük meg. 240. Istenem. Hát rakja rá egyet. Jó, most már 267. Na, az már bőven elég. Menjünk. Töltsd újra a shotgunot. Ne felejtsd el. Máté, nem érted, hogy megölnek? Várja. 4-es. Ezek megölnek, Máté. Mert? Ja, és 5 lőszerem van a shotgunba. De most ez tényleg? Igen, mert el kellett lőnöm az összeset miattad. Ilyen béna vagy. Miattad össze. Elszere. Mi az, hogy el kellett lőnöm miattam? Máté, körbe kell mennünk, gyere, ahol múltkor mentünk a madarakkal. Ezt nem hiszem el. Jó, legalább van egy raptorunk, ami semmit nem ér. De jó lesz az, nyugi. Jó lesz az, mert úgyis falka bónusz. A falka bónusz. Ő csak ilyen izé lesz, ilyen golyófogó. És mi vagyok 11-essel nagyobb? Hát meg kinyírtunk 3 darab alfa raptort. Azt a mindenség, uram, fékezze magát. Ha ott gondolja ezt. Hát amúgy most mérgesek vagyunk, mert jaj, nem sikerült, de amúgy elmondanám, hogy azért 3 alfa raptort kinyírni, az azért nem könnyű. Azt a 69-es lettem. Hoho! Na, Máté, mondom a tervemet. Tudod, hogy hol rontottuk el? Az, hogy be kell zárni a raptorokat, és nem szabad, hogy kint legyenek, mert akkor el tudnak szaladni. Hát igen, azt észrevettük. És ezt következőképpen lehet megoldani, hogy benn maradjanak. Hogy kell még szereznünk követ, és kell még építenünk egy pár stone falat, hogy egy nagyobb helyet tudjunk nekik építeni, ahova be tudnak szaladni. Hát jó, de hiába, mert beszaladnak, azt nem tudnak kiszaladni. Vagy ha ugyanúgy kiszaladnak, akkor... Nem tudnak kiszaladni, mert ha teszel egy ajtónyílást a falra, azon be tudnak szaladni, de nem tudnak kiszaladni állítólag, azt mondták. Tud úszni ez a raptor? Biztos, hogy tud. Csak jó sokat kell úsznunk, hallod? Vagy körbefutunk. Hát amúgy azt is lehet. Menjünk körbe. Itt úgy sincsenek veszélyes dínók. Máté, ez egy izgalmas helyzet volt. Hát nekem nem volt izgalmas, nekem halálos. Dajnem. Hát az nagyon izgalmas halál. Nem izgalmas. Az, hogy halálra harapdálnak a raptorok, az nagyon izgalmas. Haraptak már téged halálra? Nem. Engem igen, úgyhogy csönd legyen. Dehogy nem. Amíg az első részbe úgy halálra harapott, mint a szegy rész. Jaj, ne dehydrated vagyok. Jó, hát ott vagy a víz mellett. Jó, hát ittem is egyből. Ott az otthonunk! Ez az! Alig bírok hazaérni. Olyan durván megöltek. Hopp! Várja, Krisz!
Na, jó van. Most már friss és üde vagyok. Nyomtál egy kakker-makkert? Aha. Tudom már, mi vagy te ilyen gyenge, és ilyen szánalmasan gyenge már. Te vagy szánalmas. Rájöttem, hogy mi vagy te ilyen borzasztóan, és szánalmasan, és röhelyesen gyenge már. Eszembe jutott. Hát, mert nagyon te. Kis szintű vagy. Én nem vagyok gyenge, nézd csak! Tudtál háromszó pofán, tudtál erőt egy valaki. Itt van a képernyőm közepén ilyen hatalmas számok, hogy 183 DPS. Ne látod. Mondom a helyzetet. Mit csinálsz? Let's go. Mit csinálsz? Meg nőtt? Csak pofán lőttem a training dummy-t. Ja. Na ezt figyeld. Kaptunk ugye három Alpha Raptor karmot, ami Aszta. Elég király. És még tudod, miket is kaptunk? Na miket? Ezt nézd. Ez szerintem neked nagyon fog tetszeni. Azt, ez, ez. Mi? Meg ez. De ezek mik? Ezek ilyen nagy, ilyen jó ízik, mert itt van nekem a bőrkesztyűm, az például ott van az a zöld bőrkesztyű. És nekem a sima bőrkesztyűm, amit én lekraftolok, az 20-at véd. És az mennyit véd ez a zöld bőrkesztyű? 29. Na, szóval az másfélszer annyit véd majdnem. Azta. És ezt a Alpha Raptor dropta, és ezt a Pike-ot is ő dobta, és az is ilyen zöld. Szóval azt az is egy erősebb Pike. Mint egy sima pályk. Oké, okay, na javítsunk meg mindenünket, most van egy rakás vas, mert szedtem a videó előtt, szóval mindent okay. Megjavíthat. Oké, okay, megjavítottam a vaspáncélom. Oké. Okay. Na. Máté. Viszont Krisz, egy nagyon-nagyon durva dolgot kell mondanom. Lehet, hogy nagyon le fog téged sújtani, de ez az igazság. Egyszerűen még túl gyengék vagyunk a raptorokhoz. Ez még nem fog menni nekünk. De igen, Máté, csak nem. Rossz volt tervezés. Hát pontosan, mert te tervezte, csicska. Még ahhoz is túl gyengék vagyunk, hogy testőröket szerezzünk, Krisz. De ahhoz nem lehetünk túl gyengék. Sajnos ez az igazság, Krisztián. Vald be! Vald be! Nem, Máté, csak nem építettünk csapdát, az volt a baj. De milyen csapdát építesz, Maja? Most mondtam el. Semmit nem ér. Kell még egy pár falat gyártanunk, hogy meg tudjuk építeni a csapdát. De milyen falat? Milyen csapdát? Hát normális vagy? Hát ezek szétcincálnak! Nem fognak, Máté. Amíg fönn voltunk a tornyon, addig nem cincáltak szét. Igen. De igen. Szétcintáltak. Engem szétcintáltak! Hányok. Még bennem van az érzés, ahogy szétcincál a raptor. Mocsári lázat kapta, Máté. Nem. Raptor szétcincálás lázat. Rapesz lázat. Máté, ide föl kell építenünk a csapda prototípusát. Mit csinálsz itt te? Megjavítom a páncélom. Vegyél már fel egy ruhát! Most javítom meg a páncélom. Jó van, már persze. Van egy terve. Tudom, hogy van egy terve, tehát most mondtad el. 3 másodperce. Komoly, most mondtam el 3 másodperce. Aha. És mit is mondtam, mert valamiért emlékezett kiesésem van. Azt mondtad, kedves barátom, hogy fel kell építenünk a csapda prototípusát. Pontosan. És tudom is, hogy hogyan fogjuk tudni használni a csapdát. Megmutassam? Nem mondjad, mutassad. Gyere csak, látod ott a rapeszkát? Nézd meg a rapeszkát. Jó, van itt a rapeszka, és mély 12-es. De egy kicsit távolodj el rapeszkától. Mert? Ugyanis mindjárt mutatok neked valamit, hogy mi jutott eszembe. Jaj, ne. Nézd csak, mit tudunk csinálni? Rapeszkával. Nem mást, mint föl tudjuk őt emelni. Hát ez szuper, csak gondolom a madarat szétcincálja, még idehozzuk őket. Sajnos, néha áldozatokat kell hozni, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem az állatainkra is, ugyanis ők minket szolgálnak. Ezért nekik is ki kell venniük a részüket a harcból. És mondok egy titkot, hogyha nagyon lemegy az élete a kedves állatainknak, akkor... Csak gyorsan eldobod a raptort. Na, figyeld, hát mutatok valamit. Gyere, gyere csak velem. Nézd meg, hogy kell-e kakálnod. Érzed, hogy kell kakálnod? Aha, érzem. Igen, biztos? Jó van. Na, akkor mondom, hogy mit kell csinálni. Ugye izétől tudnak, izétől megy föl az életük a állatoknak. A szártól. A hústól, az evéstől. Ja. Szóval, hogyha azt akarjuk, hogy beemeljük a csapdába a kedves raptorokat a madarainkkal, akkor sok-sok kajára lesz szükség. Így gyűjtögetem a kaját. Így gyűjtögetem a húst a WC-ben. Úgyhogy megjelek ki egy kis húst. Miért? Mi ez? Nyugi, ez csak a kis húskészlet. Senki se
gyanakodna arra, hogy itt tartom a húst. Hát az biztos. Ja, vegyél ki egy pár húst. Várjál, Krisztián, neked nincs sem baj az emésztőrendszereddel egyébként? Ja, ne. Hogy húst szarsz. Menj már innen. Menj innen te hússzaró. Rakjál be te is a Susannek az inventóriumába egy kis... Mit? Hát egy kis húsikát. És most a WC-ből vegyek ki húst? Persze. Mi az, hogy persze? Oké, és beraktam egy olyan 100 húst a... De az el fog ramolni. Sam Fallingtonnak az inventoriába. Máté, lehet, hogy egy pár elromlik, de nem olyan sok. És... Hát jó, mondjuk a kevésbé romlik el, mint a WC-be. Máté, nézd már! Meglátogatott téged a kis haverod. Aszta! És ez mi? Hát ez a kis haverod, hát ott nem láttad a nevét. Hogy kezdsz el csinálni valamit is? Hát a R betűt lenyomva tartod. Hát és akkor van inventoria. És akkor meg itt hú, van ez éje, pajnca. És amit beleteszel, az rajtad csak fele annyit nyom. Aha, szóval akkor szar húst belenyomom. Tök jó. Akkor szerintem próbáljuk ki azt a dolgot, hogy tudnánk a madarakkal belerakni a csapdába. Vagy ne próbálgassuk, szerinted, hanem csak egyből vágjunk bele a keményen. Ha? Szerintem induljunk. Indulás! Várj egy picit! Indulás! Várj egy picit! Én nem várok semmire! Ez is biztos. Máté, kicsit felkészítettem egy pár cuccot. Gyere, itt van a szekrény. Mit készítettél föl? Induljunk már megfele! Jó, van, hát mivel fogsz szelidinteni? Hát te vagy a szelidintőmester. Itt, ha benézel a szekrénybe, akkor fogsz találni mindenféle dolgokat. Aha, de nem kell. Hát egy kis tranquaró, nem rossz, ha van. Hát egy kis shotgun lőszer, nem rossz, ha van, de azért ezt gondolom, nem az összeset. Ki? Igen, bola, az egész sok van, szóval... Ja, hát egy tízest. Hát egy tízest azért oda vágok, érted? Ja, azért legyen minden, hogy azért legyünk főkészülve az esetekre. Ja, szerintem is. Na, Krisztián, de induljunk, ne húzzuk tovább az időt. Oké, és... Most már nagyon kellenek azok a raptorok. Na, hol is van a prototípus amúgy? A prototípus az még sehol, de a ládában van. Mindjárt. De mi az, hogy sehol? Azt mondtad, hogy tudod, hogy milyen prototípust építél? Igen, mindjárt mutatom. Várj egy picit, most ezt nem hiszem el. Itt várok, három hónapja. Eltelt három hónap! Ha nem haragszol meg, én lerakom a Máté kis haverját ide, mert idegesít. Komoly. Ha? Idegesít, de hát ő a kis haverod. Lesz hogy idegesíthet? Itt vannak benne a cuccok, van 20 falunk, és 22 plafonunk, meg van 2 foundationunk, meg van 4 létránk. Miért kell 22 falhoz 20 plafon? 20 fal és 22 plafon. Azért kell... Miért kell? Meg pláne. Egy kicsit te is vihetnél, várja, mondjuk vigyed a falakat. Tudod, mit viszek? A fejedet mindjárt... Mit a plafonokat? Jó, nem mondom, de itt nem messze találtam raptorokat, ahol a Cristiano Ronaldo-t szelidítettük. Tényleg. Szóval oda elmehetünk. Induljunk! És gyorsan fölhúzhatnánk. Hé, nem tudok menni! Basszus, az összes végtemet belt elinyomtattam, ajom állat. Na itt láttam a... Megmutatom, hogy hol láttam a raptorkákat. Hát gondolom, hogy hol láttad. És akkor megkeressük őket. És a közelükbe föl kell építeni a csapdát. A raptorok közelében. Aha. És így el kell repülni a madarakkal, föl kell őket kapni, és be kell dobni a csapdába. És nem tudnak hova menekülni. Jó, és hol a csapda? A nálunk. Oda most a plafonokat dobtam. Oda meg nálam vannak a falak. De még a plafon? Plafon az nem kell, pont a gyógy kell, hogy ne dobni. Mert a plafon az a padló. Ott volt. Igen, láttad? Igen. Biztos? Igen, láttam, ott van. Igen, ott vannak. Jó, akkor ide építsük meg, gyere. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, és itt kis erdőírtás, várjál. Nem kell erdőírtás, csak igyekezzünk. Minél nagyobbra kéne, na, hogy... Na itt vannak a plafonjaid. Minél nagyobbra kéne csinálni, hogy bele tudjuk dobni őket, itt igaz? A plafonod. Egy 4-es, az bőven elég. Elég a 4-es? Hogy de ne nehéz lenne. Beledobni, mert nem én megpróbáltam. Nem nehéz, simán jó. Beledobom. Egy másodpercbe kerül. Oké, és... Na már hozom is. Jó? Indulás! Mondom, ne töketlenkedjél! Ne, hozd még! Hát hova dobod bele? Hát nincs is még semmi, te! Hát a falat rakjad, az mehet. Na, már mire idehozom, már megépítettem háromszor. Ne hozd ide még, ne menj oda! Miért nem mennék? Várj, csak terepszemlére megyek. Várjál, eltűnt! Hol lehet ez a macsök? De az előbb itt volt pedig. Hát jó. Nem találom. Na, Chris megépült? Igen, megépült a csapda, gyere nézd meg. Ide már nem jutott sajnos plafon, szóval de az úgy marad. Miért kéne így? Így le tudunk szállni. Ott volt! Ott van. Okés,
Egy van csak, vagy kettő is van, mert akkor hozzá... Egyet láttam. Jó. Ott van. Oké, és meg kell próbálni fölkapni és beledobni, de vigyázz, nagyon nehéz beledobni, nem egyszerű, hát nem? Hát fölkapni is nehéz. Megpróbálom én fölkapni. Oké, megvan. Fölkaptam. Siess! Gyorsan, be! A fenébe! Mellé! Mindegy! Lehet még próbálkozni, Máté. Várj, megpróbálom én. Próbáltak fölkapni. Ez az! Magasra, magasra! Mert beleakad a szélébe, az a baj, Váj. Magasan kell. Elfogyott a staminám már. Oké. Jaj, ne, a triceratopsza verekszik. Várj, le kell szállnom. Oké, és fölkaptam. Rám ne dobd. Muszáj ledobnom. Azaz! Ez az! Beesett! Juhú! Ne, a falon keresztül támadja a triceratops! Hülye tricerat... Öld meg a tricét! Jó, megöltem. Jó, szép. Jó. 34. Jó, most megint eltaláltam. Oké. Okay. És? Várjál. Elaludt? Nem tudom. Jó, okay, most. Oké. Okay. Elaludt. Jó. Na most kell olyat csinálni, hogy várjál, kell... kintről is lehet, ugye? Mert szerintem onnan is elérjük őt. Fődarabolom ezt a triceratopsot, hogy ne legyen itt útba. Oké. Kiesett. Jó, oké. Máté. A Johnnyval... Aki 36-os! Bizony, 36-os. Kell keresni Baby Dinót, mert Prime Meat-tel kell szelidíteni mindenfélképpen. Igen. A Johnnyval tudok szedni Prime Meat-et, hogyha úgy a van. A Dodó nem ad Prime Meat-et? Nem, sajnos. Nem baj. Lehet, hogy elmegyek a Johnnyért. Jó, mennyi? És keresek Baby Dinót. Szerbusz, kedves Rapi. Mi a helyzet? Alszol? Aludj is. Jobban Máté, is teszed. Na mi az? Addig ki kéne találni neki valami nevet. Jó, én tudok neki egy nevet. Dr. Whistleton. Hát mindjárt ott vagyok, figyelj. T-Rex! Futás! Ezt nem hiszem el, hogy került oda? Repülj! Hogy került oda? Mi a... Hogy kerülhetett az oda? Máté, el kell... Meg kell szelidíteni. El kell vonzani. Nem. Meg kell szelidíteni, Krisz. Itt az esély. De hogy szelidíted úgy, meg? Úgyhogy lelevem. Akkor próbáld meg. Repülj föl. De az fölér oda is. Nem de fog. De Máté, rá fogod vonzani a raptorra. Ne. Hagyd menjen. Nem fog felérni. Hagyd, Máté, hadd menjen. Ne menjen. Van egy nagyon jó ötletem. Nem fog sikerülni, de Máté. De sikerülni fog. De ki kell onnan menekítünk a raptorunkat először. Ja! Oké, sikerült. Gyere, csicska! Menekül! Hé, mit eszik? Ja, Dodót, jó. Direkt Susan! Te. Itt az idő, hogy bizonyíts! Megtámadjuk! Nem, Máté, mit csinálsz? Nyugodj meg! Tudom, hogy mit csinálok. Azt a rohadt! Nem, én izét hoztam. Viszem a Prime Meat-et. Oké, te szelidítsd addig a raptort. Jó. Én megküzdök ezzel a szörnyeteggel. Hol vagy, macsak? Gyere, kövess! Nem mersz, igaz? Normálisan beszélj már. De most drámai, durva jelenet van. Most nem lehet normálisan beszélni. Valamit megint eszik. Le ne essek itt. Máté, azok nagyon-nagyon erősek, azok nem a tirexek. Jaj, ne, ott van, ezt nem hiszem el. Mennyi idő, míg ez elájul? Fogalmam sincs, mert még sose próbáltam megszedíteni, és láttam, hogy hogy lehet. Ez mindent elpusztít, ami az útjába kerül! Máté, lehetőleg tőlem elfele vidd. Jó, próbálom. Oké, és megvan a raptor. Gyorsan hazaviszem. Jaj, ne! Ne támadja meg semmit! Ez az, gyere! No! Itt van! Nyugi! De mondom, elfele vidd tőlem! De nem tudom, hát hova vigyem? Hát nem tudom elvinni, bakker! Gyere, raptor! Gyere! Úsz tovább! Ez az! Ajaj! Azt a rohadt, az elkezdett följönni a hegyre! Az a baj, nem tudok sehova leszállni, mert leszállok és megöl. Jövök már is! A izével lehet lőni őt. A...
Johnnyval, mert a Johnny hátáról lehet lőni. Nyugi, lövöm a szem... a Johnnyval. Lőd! Már menekül! Ez az! Ez kidőlt! Most! Itt van a Johnnynak az inventoriában egy rakás Prime Meat. Gyorsan átrakom neki. Jó. Van nálam narkotik. 19-es. Eszi? Nem nagyon. Mi ez? Azt már megjettem. Nem eszi? Ja, mert tele van a kajája. Meg ne támadjon itt valami. Itt egy hódvár. Nyugi, nem fog megtámadni semmit. Hopp, megette! 23,8! Ez az! Megyek oda a Johnnyval, hogy meg tudjak védeni. Jó. Egyél csak! Oszta, mekkora fogai vannak! Akkora foga, mint a... Ezt ugye, várjál. Mérjük össze a fogát velem. Várjál. Na mekkora, mint a combom, akkora foga van. Hát kb. Ez az! Szép munka volt Susan! Jaja, Susan az nagyon oda tette magát. És még meg is hajol. Ez a Susan, ez egy kész úri hölgy. És nézd meg most is, hogy őrzi a T-rexünket. Ezt figyeld, Máté. Szerinted át tudok ugrani innen oda a hátad mögött lévő sziklához? Hol tudnál? Jó, hát megpróbálom. Mert? Jó, próbáld. A fenébe, csak a Susan-i tudtam elugrani. De mi a szára, hogy tud ez ekkorát ugrani? Hát, azt a már 71,4%. Ez komoly. És plusz 8 szint. Ja, az azt jelenti, hogy 27-es lesz. A raptorunk az toltanyas lett. Na? 53-as. Ez most komoly. Aha. 53-as lett a raptor. Ja, a Prime Meat miatt mi? Igen, a Prime Meat miatt. Csak az olyan éhes volt, mint az állat, és 4-et egyből bezavált. Azonnal 4-et azt megevett, gondoltuk. És meg is lett a taming. Megvan. Azt a felé lett! Krisztián, tudom, mi legyen a neve. Konstantin. A démon vadász. Induljunk a harcba! Én is így gondoltam.